Az elmúlt hétvégén, április 3-án országgyűlési választást tartottak. Ez volt a rendszerváltás óta eltelt időszak 9. általános parlamenti választása. Ezzel egy időben országos népszavazást is rendeztek. A választás egyfordulós, az országgyűlés létszáma 199, a választási rendszer pedig vegyes rendszerű, azaz 106 országgyűlési képviselő egyéni választókerületben, 93 képviselő pedig párt, illetve nemzetiségi listán kerül be a parlamentbe. Nem szerezhetett mandátumot az a pártlista, amely a pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat legalább 5%-át nem érte el. Olvashatjuk a 2011. évi 203-as törvényben, mely az országgyűlési képviselők választását szabályozza. A Pest megyei 10-es választókerület 23 településéből mi a Monori Szavazatszámláló Bizottságokhoz látogattunk el. Elsőként a művelődési központban lévő 1-es és 2-es szavazóhelyiségbe, ahol már lázasan folyt a készülődés, hogy a reggel 6 órakor érkező első szavazó ellenőrizze az urnákat, elhelyezze benne a hitelesítő okmányt, majd azokat az ő jelenlétében a Szavazatszámláló Bizottság tagjai lezárják. Ezzel a hitelesítéssel kezdődhetett meg a 2022. évi parlamenti választás. Körzetünkben, vagyis a 10-es választókerületben összesen 5 egyéni jelöltre lehetett szavazni, 92 szavazókörben. A következő jelöltekre adhatták le voksaikat a választópolgárok. Kőhegyi Róbert, Magyar Kétfarkú Kutyapárt. László Attila, Mi Hazánk. Pogácsás Tibor, Fidesz-KDNP. Szabó Rebeka, DK, Jobbik, Momentum, MSZP, LMP, Párbeszéd. És Zrukka Zita, Megoldás Mozgalom. Csak egyéni jelöltekre adhattuk le voksunkat, hanem a jelölteket állító pártok listáira is szavazhattunk ezen a napon. Valamint a népszavazás keretében 4 kérdésre is válaszolhattunk, igen vagy nem megjelöléssel. Érvényes volt az a szavazat, ha a jelölt vagy jelölő szervezet melletti karikába 2 egymást metsző vonalat helyeztek el, illetve a népszavazásnál ugyanebben a formában vagy az igen vagy a nem oszlopba helyezték el az X-et.
Magyarországon 7.536.306 választópolgár dönthetett úgy, hogy elmegy szavazni. Ebből 5.241.029 fő, vagyis 69,54% járult az urnák elé és adta le voksát a jelöltekre. A választás.hu oldal adatai szerint a 10-es számú választókerületben a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 76.910 fő, Monoron 14.503 fő. Városunkban a 16 szavazókörből a legnagyobb a 16-os volt 1045 fővel, még a legkisebb a 12-es 724 fővel. A 19 órakor leadott adatok alapján választókerületben megjelentek száma 50.708 fő volt, Monoron 10.061 választópolgár jelent meg. A 10-es szavazókörben voltak a legtöbben, 71,8%, míg a legkevesebben a 2-es szavazókörben 53%. Thank you.
végén, vagyis a 19 órakor történő zárást követően megtörténik az urnák nyitása. Az egyes szavazókörben Monoron nem történt számlálás, hiszen ebbe a szavazókörbe még további szavazatok jönnek. Ők április 9-én számolják azokat. A kettes szavazókörben az urnák nyitását követően az úgynevezett átszavazók által leadott zöld színű borítékokat összesítették, majd ezt követően kezdtek hozzá a fehér borítékok bontásához és a szavazólapok számolásához. A kész jegyzőkönyvekkel a továbbiakban a helyi választási iroda munkatársai foglalkoznak, rögzítik a rendszerben az adatokat, melyből ezúttal is részeredmény születik. A 10-es választókerületben Pogáncsás Tibor, a Fidesz-KDNP jelöltje lett a megválasztott országgyűlési képviselő. Az összefoglaló végén köszönjük meg a helyi választási iroda, a helyi választási bizottság, a szavazatszámláló bizottságok munkáját, a megválasztott képviselőknek pedig gratulálunk.